Jó napot kívánok! A Szubjektív mai vendége Bezzeg Gyula, szenttamási származású, Szabadkán élő, fotós, népzenész, filozófia tanár. Szerbusz! Szia! Kezdjük akkor a fotózásnál. Mióta foglalkozol fotózással? Ki tanított meg fotózni? Fotózással úgy aktívabban, vagyis aktívan, körülbelül 5 éve foglalkozom. Régebb óta kezdett érdekelni a fotózás, körülbelül 10 éve, de addig csak kattingattam is, aktívan 5 éve foglalkozom vele. Hogy ki tanított? Hát talán mindenki, aki valamilyen szinten foglalkozott fotózással, valamint nagyon sokat tanultam az internetről, hál' Istennek ott mindent meg lehet találni az égvilágon, és ott elég sok segítségre találtam. És ki a példaképed? Hát a példaképekkel azért van gondom, mert nem tudom megjegyezni a neveket, nem is nagyon igyekszek egyébként, nem tudok példaképet mondani. Nagyon sok fotót szeretek és ismerek, viszont nem tudom az alkotó nevét. Egy fotóst mostanában nagyon gyakran követek, ő egy Brüsszelben élő, azt hiszem cseh fotós, Jan Scholznak hívják, ő portré és aktfotós, többnyire portréfotós. Az ő munkáit nagyon szeretem. Nem próbálom követni, nem próbálok úgy fotózni, mint ő, viszont azt vettem észre, hogy nagyon ért a fényhez, és ezt próbálom ellesni tőle. Igen, az egyik terület az aktfotózás, amit művelsz. Hogyan zajlik egy ilyen fotózás? Megszületik a fejedben a kompozíció, és ehhez keresel modellt, vagy fordítva, megtalálsz egy lányt, egy modellt is, és utána alakul ki a maga a kép, a kompozíció. Hát ez nem csak az aktfotózásnál van így, hanem a portréfotózásnál is. Egyébként változó ez, hogy hogyan születik meg a fotó. Nagyon gyakran van egy elképzelésem, főleg a hátteret próbálom megtalálni, vagy kitalálni, és ahhoz találni modellt. De nagyon gyakran történik meg az, hogy a végeredmény nem az, amit én elképzeltem, mert a modellt, akit nem annyira ismerek, nem tudja megvalósítani, vagy én nem tudom vele megvalósítani azt, amit én elképzeltem, vagy nem passzol, nem illik ahhoz a háttérhez, amit én elképzeltem, ezért egy teljesen harmadik dolgot kapunk a végén, ami szintén jó lehet, nem zárja ki azt, hogy bukta az egész. De akkor ismerőst mondjuk könnyebb ilyen helyzetben fotózni? Azért igen. Az elég... Igen, sokkal könnyebb, nem csak azért, mert én ismerem őt, vagy ő engem, hanem mert ő megbízik bennem, és én is benne. És nem annyira feszült mondjuk rá. Az is nagyon fontos. Igen, ezt hogy lehet legyőzni? Van olyan modell, akinél mondjuk egyáltalán nem volt ilyesmi, hogy mondjuk zavarba jöttél te, vagy a modell? Főleg a modellek jönnek zavarba, persze, én valamilyen szinten ezt megszoktam. Nagyon ritkán történik meg az, hogy a modell egyáltalán nincs zavarba az elején, viszont sűrűbben fordul elő az, hogy az elején nagyon zavarba van. Hogyha aktfotóról beszélünk most, akkor ugye a modell nagyon zavarba van az elején, és rendkívül gyorsan megszokja azt a helyzetet, és elkezdi élvezni is az egészet. Hát igen, végül is ez a lényeg. És hogyan szereted az aktfotókat készíteni? Említetted, hogy először szereted kiválasztani a hátteret. Milyen háttereket szeretsz? Milyen helyszíneket? Az elején főleg kültereken szerettem fotózni, főleg természetbe, de mostanában inkább beltereket, vagy ember alkotta háttereket választok. És legújabban az ilyen homogén háttereket preferálom. Egyszínű, színtelen, szürke. Ilyen, majdnem, hogy ilyen minimalista fotókat szeretnék mostanában készíteni. Egyébként az előbb még akartam mondani, hogy az ismerős és az idegent való fotózásnál nagyon fontos az, hogy ő megbízzon bennem. Portréfotókat is készítesz, igen. És ugye ott is, és az aktoknál is nagyon szép
alanyokat, nagyon szép lányokat választasz ki nyilvánvalóan. De hogy ez még nem elég mondjuk egy portréfotózásnál. Mire van még szükség? Mi az, amire nagyon ügyelsz egy portré elkészítésében? Ezt nagyon gyakran megkapom egyébként, hogy hát szép emberekről könnyű szép fotót csinálni, és én láttam csúnya fotókat szép emberekről, amelyeket úgymond fotósok csináltak, és nem olyan egyszerű az egész, hogy van egy szép modellünk, és megnyomjuk a gombot, és puff, megjelenik a tökéletes kép. Nagyon sok fotós nem figyel oda arra, aki magát fotósnak nevezi, nem figyel a fényekre és az árnyékokra. Én szerintem ez nagyon fontos. Másik dolog, ami nagyon fontos, az pedig megint a háttér. Erről nekem az jut eszembe egyébként, hogy ugye az elmúlt években a közösségi oldalakon is nagyon sokszor láttam azt, hogy a fiatalok többsége fotósnak vallja magát, hogy ennyi fotós van manapság, mennyiben befolyásolja a fotók minőségét, illetve mondjuk az anyagi részét? Azon nincs semmi baj, hogy nagyon sok fiatal fotósnak vagy modellnek képzeli magát, titulálja magát. Nyilván én is így kezdtem, meg mindenki így kezdi, hogy valamit akar csinálni, és azt elkezdi valahogy. És előbb-utóbb, hogyha komolyan kezdenek foglalkozni a fotózás vagy a modellkedéssel, most maradjunk a fotózásnál, akkor rá fognak jönni arra, hogy nem olyan egyszerű, hogyha jó képet akarunk csinálni. És itt fog kiderülni, hogy ki az, aki majd folytatni fogja a fotózást, és ki az, aki nem. Nekem is rengeteg ismerősöm van, fiatal ismerősöm, aki fotózással foglalkozik, vagy érdekli a fotózás, és néha sok fotót látok tőle, aztán látok egy szünetet, hogy nem fotózott így. Szóval ezeknél a fiataloknál látom azt, hogy ők valamilyen szinten rájöttek, hogy igen, nem olyan egyszerű, hogy gondoltuk. Fotósnak képzeli magát az is, aki telefonnal fotózgat, vagy egy egyszerű, egygombos fényképezőgéppel, de még ezzel sincs semmi gond. Szóval telefonnal is lehet jó képet csinálni. Nagyon, nagyon széles a skála a fotográfiába. Hogy hogyan befolyásolja a képek minőségét, egyértelmű, hogy nagyon befolyásolja, és nagyon sok rossz fotót látunk, ami el van fogadva jó fotónak. Persze nem a szakemberek részéről, hanem az átlagember részéről, de az átlagember az, aki kiválasza magának a fotóst, tegyük fel valamilyen eseményfotózáskor, vagy portfóliókészítéskor. Nagyon gyakran átlagember az, és neki megfelel az a kevésbé minőségi fénykép, és ez már akkor az árat is valamilyen szinten rontja, csökkenti. És van-e konkurenciád portréfotózás, illetve aktfotózásban? Igazából soha nem éltem meg a fotózásomat úgy, hogy ez valamilyen szinten versengés. Még ha azt is érezném, hogy lenne, akkor se fognám azt úgy fel, hogy az a valaki konkurencia, hanem akkor inkább úgy állok hozzá, hogy talán ő tudna valami újat mutatni nekem. Konkurencia. De aktfotós egyébként van itt a térségünkben? Nem tudok róla. Ismerek egy idősebb becskereki embert, aki szintén foglalkozik aktfotózással, de talán nem ennyire komolyan, vagy nem publikál annyit, mint én, és nem nagyon, igazából kedvtelésből csinálja, mint hogy a művészet céljából. És kinek a véleményére adsz, illetve mennyire vagy önmagaddal szemben kritikus? Eléggé kritikus vagyok önmagammal szemben. Ezt abból veszem észre, hogyha nem tudom, egy hónapos fotóimat megnézem, amikre azt gondoltam, hogy nagyon jók, egy hónap múlva már nem tartom jónak azokat a fotókat, és próbálom megtudni, hogy mi az, amiért nem jó. Kinek a véleményére adok? Annak a véleményére, aki sokat tud mondani a fotómról, akár jót, akár rosszat, de érvelni tud. Teljesen mindegy, hogy ő nem ért hozzá, vagy ért hozzá. Mindenkinek van egy meglátása, és mindenkinek a véleményére kíváncsi. Mindenki tud valamit mondani, és még a negatív vélemény is tud konstruktív lenni. Sőt, inkább azt tud.
Esküvői fotókat is készítesz, ezeknél mire törekszel? Hogyan szereted ezeket a pillanatokat megörökíteni? Hát az esküvői fotó az egy különleges kategória, mert magába foglal elég sok kategóriát a fotózásból. Az lehet akár portré, vagy eseményfotózás, tárgyfotózás, bármi. És ott nagyon résen kell lenni. Az az érdekes. Viszont a jó esküvői fotó szerintem az, hogyha nem csak dokumentálja az eseményt, hanem egy történetet mesél el az egész eseményről. Nagyon sok fotós, aki művészi szinten műveli a fotózást, nem vallja be, vagy elhatárolja magát az esküvő fotózástól, mert degradálónak gondolja. Szerintem nem az, mert lehet művészi szinten művelni az esküvői fotózást. És erre mekkora az igény? Egyre nagyobb, úgy veszem észre, habár még mindig nem elég nagy ahhoz, hogy teljes mértékben ki tudjunk bontakozni mi fotósok ilyen téren, ilyen típusú esküvői fotózáson. És hol láthatjuk legközelebb a fotóidat? Most nemrégiben elkezdtem egy ismerősömmel, Zsinkovics Dórával, sminkessel egy projektet, ami az ő ötlete volt. Valamilyen szinten én csak kivitelezője vagyok az ötletének. Nem mondom el, hogy miről van szó, mert maga a kiállítás plakátja se mondja el, hogy miről van pontosan szó, de a múzeumok éjszakáján a Klein House-ba éjfél korona kiállítás megnyitó és Dóri ötleteit az én fotómon keresztül lehet majd látni. És egy-egy kiállítás alkalmával mit érzel, amikor így kikerülnek a falra a képeid, akkor hogyan érzed magad, milyen érzés viszont látni az alkotásaidat? Jó, nem sok kiállításon volt még, főleg csoportos kiállításon vettem részt. Azok jók, pozitív visszajelzés, viszont az egyéni kiállításokon mindig valamilyen bizonytalanság fog el, mert leginkább ekkor merül fel az a kérdés, hogy vajon vagyok-e én elég jó abban, mit csinálok, hogy a nézőket ez érdekelje. Valamint az, hogy nem-e túl megbotránkoztató az, amit csinálok, hogy ezt mennyire tudják elfogadni az emberek, mennyire tudnak ezzel komolyan venni. Megbotránkozik a közönség? Hát a fiatalok szerintem annyira nem. Valakinek ez belefér, valakinek ez nem fér bele az életébe. Az idősebbekkel pedig még nem kerültem olyan kapcsolatba, hogy erről beszélgessünk. Nem tudom, hogy mit mondanak. Lehet, hogy nem is lennének őszintén. Fogalmam sincs, nem tudom, de nagyon szeretném megtudni egyszer. És a fotózáson kívül népzenével is foglalkozol, brácsázol. Mennyi időd jut erre? Hát igazából, amint a Szabadkán vagyok, nem sokat muzsikálok, de ennek nem az az oka, hogy én ez mellett fotózok, és hogy Szabadkára költöztem, hanem a zenekarom az nemrégen szétesett bizonyos okok miatt. Az egyik zenészünk elköltözött, és ez miatt a zenekarunk szétesett, viszont muzsikálok, hogyha valahol brácsás hiány van Vajdaságban, a többi zenekarokban, akkor ha csak tudom, elvállalom ezeket a muzsikálásokat is. És még mindig ugyanúgy tudom élvezni, mint régebben. Szinte semmi nem változott. És hogyan kerültél Szabadkára egyébként? Ugye Szent Tamási vagy Újvidéken tanultál, hogy jött Szabadka? Szabadka munkával kapcsolatban jött. Én filozófiát végeztem Újvidéken, és a Szabadka és Szvetozár Márkovics gimnáziumban filozófia tanárhiány lett, és így kerültem be a gimibe, mint filozófia tanár. Ez körülbelül 2-2,5 éve történt, azóta vagyok Szabadkán. És filozófia az egy olyan tantárgy, amit elég kevés óraszámban tanulnak a diákok.
Az órák alkalmával mi az, amit feltétlenül szeretnél átadni a tanulóknak? Azt tettem észre a diákokon, hogy információkat gyűjtenek, és információkat adnak vissza jelszóra. És egyáltalán nem tudják összekötni a dolgokat, akár a filozófiát a történelemmel, vagy a mindennapi élettel. És ami mindenképp fontos lenne megtanulni nekik, az a gondolkodás, nem pedig az információ használata. Akkor kívánom, hogy sikerüljön átadnod ezt az üzenetet a diákoknak, és további sok sikert kívánok, köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget. A nézőknek köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra.